Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Köszönjük a színészeknek, akik tehetségüket kölcsönözték, és a Magyar Változat valamennyi munkatársának alázatos munkáját. Ezt a Sok hűhó semmiért című film magyar változatának elején hallottam. Egyik legnagyobb film és szinkron élményem a mai napig. Nem is gondolja az átlagnéző, hogy egy-egy magyar szinkron mögött micsoda komoly munka van. Ahhoz, hogy a színészek hangjukat kölcsönözzék egy filmszerephez, vagy épp narrációhoz, meg annyi dolognak kell összeállnia. A technikai feltételek mellett, amit az adott stúdió biztosít, kell egy jól megírt magyar szöveg. Ezt a dramaturg hivatott létrehozni, ami nem könnyű feladat, hiszen nem csak a lefordítandó nyelvet kell tudni, de a magyar nyelv kiváló ismerete is szükséges hozzá. Kell egy vájtfülű hangmérnök és vágó, és nem utolsó sorban egy rendező. Elengedhetetlenül szükséges a jó gyártásvezető, hiszen az ő munkája biztosítja a munkafolyamat olajozott működését, ezáltal a rendező, a hangmérnök és a színész 100%-ban a saját dolgára tud koncentrálni. Műsorunkban szeretnénk a magyar szinkront kicsit közelebb hozni a nézőkhöz, és bemutatni, hogyan indult el útján a magyar szinkronizálás. Terítéken lesznek kultikus sorozatok a múltból és jelenből, nagy mozifilmek és akár kisebb hírverést kapó filmek is. Megismertetjük nézőinkkel a magyar hangokat, a stábokat és a munkafolyamatot. Mert nem mindegy, hogy... A nevem Bond. James Bond. Vagy... A nevem Bond. James Bond. Ez a magyar változat. Remekül éreztem magam álmon. Köszönöm. Miért azt a szörnyű lattyat iszod? Hisz folyton küldöm neked a minőséget. Egyszer csak szétrobban a májad, akár egy kézigránát. Egyre csak nézlek. Figyellek. Sosem rúgsz be. Ez önuralomra van. Az önuralom erő. Igen, erő. Lehet, hogy ezért félnek tőlünk. Hatalmunk van ölni, azért félnek tőlünk. Azért félnek, mert korlátlan hatalmunk van ölni. Ha valaki bűnt követel, magára vessen, mi megöletjük és jól érezzük magunkat. És ha mi magunk öljük meg, az még kellemesebb. Csak hogy ez korán sem erő. Igazságszolgáltatás. És ez más, mint az erő. Mert az erő az, ha valóban indokolt lenne, hogy öljünk, de nem tesszük meg. Tényleg így gondolod? A nagy uralkodók ilyenek voltak. A tolvajt a császár elé vezették, az a földre vetette magát előtte, és bocsánatért esedezett. Hisz tudta, hogy halál vár rá. Ám a császár megbocsájtott neki. És azt a hitványt szabadon engedte. Szerintem most részeg vagy. Ez az erő, Ámon. Csak is ez az erő. Ámon a jóságos. Megbocsájtok neked? Köszöntjük kedves nézőinket! A magyar változat mai vendége Gáti Oszkár. Mai adásunkban a Schindler listája című filmről fogunk beszélgetni, azon belül is ugye a főszereplője Liam Neeson volt, magyar hangja pedig Gáti Oszkár. Üdvözlöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. És mivel ez a műsor a szinkronról szól elsősorban, egy ilyen alapkérdést azért feltennék, hogy emlékszik-e az első szinkron szerepére?
Hát a komolyabbra igen, mert azért ott a egy-két ilyen félmondatokból indult az életem. Az első, ami egy ilyen emlékezetes dolog volt, az a lázadás a Bountyn, a Marlon Brando-t szinkronizálta. Az ott egy ilyen jobb pofájú dolog. Akkor ezt még a Pannoniában? Igen. Régi, füles nélkül, nagy, nagy vászon. Mentek a tekercsek, nagy vászon. Ja, és törött lábbal. Azt hiszem, én volt az első, aki ülve szinkronizált. De az úgy nem könnyű ülve szinkronizálni. Hát, olyan nehéz, mint fejen állva verset mondani. És az nem nehéz. Próbáltam el? Mármint fejen állva verset mondani. Már volt rá precedens. De feltételezem, nem ez volt az első élménye szinkron stúdióban. Nem, ilyen? Mondom, hát egy ilyen egy-két mondatokat, meg jó napot kívánok, oda lőj, ide lőj, meg ilyen egy-két-három tekercs, öt tekercs, ilyeneket csináltam, és aztán egyszer csak véletlenül a Márkus Éva, doktor Márkus Éva úgy döntött, hogy akkor engem ebbe kipróbál. Akkor még nagyon sokáig tartott egy film szinkronizálása, ráadásul ez két részes volt, tehát jó hosszú, és én közben, síelés közben eltörtem a lábam. Be voltam gipszelve comb középig, és hát abban elég nehéz volt 3-4 órát állni, és akkor kértem, hogy hagyj üljek le. És akkor végül is azt a filmet, a felét azt úgy körülbelül ülve szinkronizáltam. És csak még egy picit ebbe aztán békén hagyjuk ezt a régi szinkronizálást. Meséljek a láttörést? Hanem, hogy akkor, amikor ezek a régi szinkronok még volt rendezőasszisztens, igaz, benne? Igen, szinkronvadásznak hívták, az ült bent, és kint a stúdióban is volt egy asszisztens, egy hangmérnök, rendező, és bent a stúdióban ült velünk egy úgynevezett szinkronvadász, aki onnan figyelte, hogy minden szinkronban van-e. És a kollégák is mind bent ültek a hajsáknak? Álltak, és dohányoztak. Akkor még a stúdióban dohányoztak? Akkor még lehetett dohányozni, aztán kiírták, hogy nem lehet, és akkor voltak, akik még mindig úgy gondolták, és akkor volt egy nagy színészünk, akkor is már nagy volt, én meg kicsi, de nagyon összevesztem vele, hogy nem lehet úgy állni 3 órán keresztül, hogy nyomod a füstöt. Ön nem dohányzott ezek szerint? De dohányoztam én is, de azt gondoltam, hogy ott bent nem. De hát meg kimentünk, és volt kint dohányzó, de bent a stúdióban ott. És az, hogy együtt mindenki ott volt benne a műteremben, mert hogy ez manapság már nem fontos, hát a technika miatt volt fontos, vajon? Vagy? Ne, hát egyrészt a technika miatt, másrészt ugye hát akkor még nem volt ez kitalálva, hogy lehet egyedül is, és nagyon fontos volt, hogy a színészek egymással beszéljenek. Tehát amikor a vásznon volt 3 színész, vagy 4, vagy 5, és azok egymással mondták a dialogot, akkor az egy elvárható helyzet volt, hogy ott kvázi egy jelenetet kell eljátszani. És ez hiányzik vajon a mai hát nem hiányzik, mert... Mármint a művészi részében. Hát a lovaskocsi se hiányzik, ott van helyette az autó. Úgyhogy ez se hiányzik, mert lett egy más megoldás, egy szaporább, gyorsabb, ez kétségtelen lélektelenebb, de nem is kell elviselni a többieket. És azoknak se, mondjuk engem. Tehát ebből a szempontból jó. Ezután, a kezdés után aztán nagyon nagy szerepek jöttek, hiszen Belmondo, Stallone, Lawrence Fishburne, De Niro, ezek nagy színészek, nem nagy szerepek. Nagy színészek? Ezek nagy színészek, igen. Mindegyikük? Hát mindegyikük, hát a közfelfogás szerint igen. Aztán, hogy ki mennyit kínlódik vele ott a szinkronstúdió, az egy másik kérdés. Ön kínlódott velük? Hát a Belmondóval nagyon sokat. De a nyelv miatt, vagy pedig az nem, az ő művészi képességei játéka miatt. Úgyhogy... Tehát akkor lehet érzékelni különbséget. Hát hogy ne, egészen más, amikor a vászon valaki lóg a helikopteren, meg a repülőgépen, meg vitorlázik, meg beugrik, meg felugrik, meg leugrik, de amikor a Cyranóba el kell mondani az erkély alatt a monológot, akkor hogy szokták mondani, hogy elválik a májtól. És akkor kiderül, hogy nem lehet mindent ordibálni, meg csapkodni, és akkor van egy kis kínlódás. És azt hogy? De végül meg lehet valahogy oldani? Vagy fel kell adni egy kicsit? Hát nem, én nem vagyok egy feladós, úgyhogy magunkat. Ott még ráadásul valaki írt egy új szöveget is, neki nem volt jó az Ábrányi Emil, újra fordította a Cyranót, és akkor azzal is volt ott a konfliktus, mert ugyan volt egy új fordítás, de nem stimmelt minden, azért az ott ez egy vers. Tehát igen. Azt a Belmondo is a verset mondta,
tehát szótagszámra írták, az ábrányi is szótagszámra írtam, és hát nagyon nehéz volt ezt az újat odarakni, és akkor mondtam, hogy inkább kísérletezünk a régivel. És az lett? Az ábrányit, és akkor az lett, igen. De hát vannak benne halk részek, vannak benne hangosabbak, és a Belmondo az nem tud halkan lenni, az a harsány színművészetet választotta élete középpontjának, és így aztán... Van-e emlékezetes film, amit csinált? Hát ezzel emlékszem például erre a Cyranóra, mert megkínlottam vele, nagyon emlékszem a Kína színészre, szintén ő ott, ezek színházi előadások, tehát az a feneség benne, hogy nem film, hanem egy színházi előadásnak a felvétel. A Kína színészt is elbírta játszani Párizsban, én meg lebírtam szinkronizálni. Egy színházi előadás felvételét szinkronizáltam? Bizony. Az nem lehetett kis feladat. Hát nem, mert ott ugye mondom, hogy nem az van, hogy most lógok a szeren, hanem ott be kell jönni a színpadra, lehet döngetni a mellünket, csapkodni a combunkat, csak az nem lehet leszinkronizálni. Úgyhogy... És Liam Neesonra hogy emlékszik vissza? Hát az egy nagyon jó színész. Jó színész? Nagyon jó színész. Azt nagyon szerettem. És a Schindler listája című filmet? Azt arról beszélek, azt nagyon szerettem. Igen, az egy nagyon jó munka volt. Nagyon kemény, hogy mondjam, szóval meg is érintett. Úgyhogy nem, de az nagyon jó volt, szerettem. A témája érintette meg, vagy pedig az ő játéka ebben a filmben? Hát egyrészt ugye miután én ilyen túlélő gyermeke vagyok, tehát megérintett, de ő meg hát nagyon jó. Jó, nagyon jó a film, nagyon, nagyon meg volt csinálva. Az jó volt csinálni. És amikor elkezdték szinkronizálni, akkor nyilván nem tudták, hogy Oscar díjas lesz. Meg hogy ekkora sikere lesz. Hát szerintem az akkor már Oscar-díjas volt. Hát nem tudom, 93. Erre már nem emlékszem, nem tudom pontosan, de ott elég hamar osztják az Oscart, ha valami, illetve a következő évben megkapja, mert ugye az a feladat, hogy előtte való évben be kell mutatni, és akkor utána tavasszal rárakják. Hát mondjuk ezt októberben bemutatták, akkor márciusban, de olyan hamar nem ér be hozzánk, úgyhogy és valószínű, hogy a itteni bíráló bizottságnak is jobban tetszett így, hogy Oscar díjas. Nem és biztos... máshogy áll, például a művész úr máshogy áll egy Oscar díjas film szinkronizálásához, mint egy bármilyen? Nekem ez mindegy. Vagy egy nagyobb, egy híresebb film szinkronizálásához, nem. Teljesen mindegy. Az a baj, hogy ebbe a hatalmas halmazba, ami a 50 év alatt rám ömlött, ezt így nem lehet ezt külön választani. Nekem ez mozi, egy munka, amit meg kell csinálni. Aztán, hogy őket kitüntették érte, az egy jó dolog, de hát én abból nem kapok még egy dollárt sem. Úgyhogy nem tudok arra vitatkozni, hogy egy Oscar-díjas filmet szinkronizálják, emeljék fel a gázsimat. Tehát ilyen nincs. Pedig egy Belmondótól, vagy egy ilyen színházi közvetítésnek a szinkronjától azért be volt rezelve? Érezte azt valaha, hogy... Nem vagyok egy berezelő, tudom, hogy ez ciki, de nem, meg hát ugye egy filmet szinkronizálni, ez nem úgy van, hogy egyszer megcsinálod, és soha többet az írott, hanem valamit elront az ember, akkor meg lehet ismételni, és faraghatom addig, ameddig a rendező, meg ketten együtt azt mondjuk, hogy na most úgy tűnik, hogy jó. Tehát én nem nagyon szoktam elengedni, hogyha olyan vacak. Még a nagyon rossz filmeket is megpróbálom. Próbáltam, mert most már nem nagyon szinkronizál. És most már miért nem szinkronizál? Hát nagyon egyszerű oka van. Egyrészt messze van, mert én Győrben élek, nincs kedvem felutazni, a másik pedig, hogy nem tudnak megfizetni. Tehát én nem vagyok hajlandó beszállni ebbe a még alá mozgalomba. És én azt gondolom, hogy 50 év alatt csináltam annyit, hogy én legyen egy összeg, ami nekem is jó. Ha nincs, nincs. De nincs szívfájdalmát. De, hogy Isten őriz. Nem. És akkor még egy pillanatig a Schindler listájára, hogy akkor már azért fejlődött a szinkron, mert nem a Pannoniában volt, hanem, ha jól tudom, a Mafilmben. Hát igen, de ott is még ilyen mozis volt. Még ott is volt rá idő. Hát erre meg különösen, mert ezt azért szerettük, ezt nem, egy ilyen dirdul, pifuf, kinyomom a belet filmet, most azon mit kell vacakolni. Ez azért ez egy jó film volt. A jó filmnek erre most is kell, hogy legyen idő, de ez egyre kevesebb. Szóval ez a néplélek, amit ki kell elégíteni
a szinkronban, ugye, mert minden filmet nem hoznak be, azért vannak jó filmek, amik nem kerülnek ide, mert az nem érdekli a népességet, vagy a lakosságot. Ezek érdeklik, hát ezeket, vagy ezt kapják, nem tudom. És hogy ezeket akkor a lelkesedéssel már nem. De hát én szerettem az Al Pacinót is szinkronizálni, szerettem a, nem tudom most hirtelen neveket, de volt egy-két jó színészet szerencsém, ezzel nincsen semmi baj. Ha már tetszett ez a néplélek kielégítése, mert akkor kérdeznék én a Menházról, meg a Klub 70-ről, ha lehet. Kérdezzem. Azt, ugye a Menház már nincsen? Nincsen. Már a Klub 70 sincs gyakorlatilag. Elvitte a tau, a járvány, az érdektelenség. Sem, mert hogy én azt gondoltam, hogy az most a járvány miatt szünetel, de nem, hogy... Nem, az most már úgy önmagában meghalt. És van terv új? Hát a új terv, most a színházat abba hagyta, most könyvvel foglalkozom. Uh-huh. Vereves Istvánnak kiadtam a könyvét, mert nem volt rá jelentkező kiadó, úgyhogy az a cím, hogy Hátra arc. És most abban ügyködök, azt nagyon szerettem. Nagyon sokat bíbelődtem vele, rohangáltam föl alá, de most már úgy tűnik, hogy lassan kezdik megismerni, és viszik, rendelik. Egy picit foglaljuk össze, hogy miről szól ez a könyv, mert ez a szakmáról szól. Igen, ez azért izgalmas ez a könyv, mert az elmúlt 50-60 évet öleli föl egy olyan ember szemével, aki 72 éves, és hát azt gondolom, hogy megbízható, már ami a szakmai látását illeti, aki nagyon fontosnak tartja, hogy mindaz elhangozzék a színházról, ami nem hangzott el. Tehát ez a könyv, ez arról szól, azt lehet megfejteni belőle, hogy ma miért tartott a magyar színházi élet, ahol tart. Hol tart? Hát a legfontosabb, ami ebből a könyvből kiderült, hogy elvesztette, elhagyta a méltóságát. Ami ugye nagyon furcsa, hogy erről beszélünk, vagy beszélek, de hogy ez mennyire hiányzik a mai színház művészetből, a színházi kultúrából, a méltóság. Ez alatt mit ért? Amit maga a szó jelent. A tradícióját, a hagyományait, a tisztességét, a becsületét, a nyíltságát, nem a színészetet, mert az egy másik kérdés, hanem az, ami mindezt körülveszi. Ez veszett el. Ez egy közösen elkövetett hiba, vagy bűn, nem tudom minek nevezzük, amit a könyv olvasása mentén, és hogyha nagyon akarják a fiatalok, akik úgy tűnik, hogy akarnak valamit, akkor ezt vissza lehet szerezni. De ez csak nagyon-nagyon sok munkával és önfeláldozással és becsülettel lehet. Ez a mostani fiatal generáció képes rá, ön szerint? Vagy hát úgy tűnik, hogy képes rá? Én hogy mondjam, egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Ezek, akik most ott a főiskolával, hogy az épület, vagy nem tudom, szóval ott hadakoznak, azt úgy látom, hogy ott van valami elképzelés, valami fenségesség. Kérdés, hogy az a fertő, ami körülveszi őket, az mennyire gyilkolja le egy, két, három, öt, tíz év alatt mindezt. Ha ők elég erősek tudnak maradni, és ragaszkodnak ahhoz, amihez most ragaszkodnak, akkor lehet, hogy ez menthető, ha nem, akkor... De hát az ön generációjának, amikor önök voltak fiatalok, önökben is benne volt ez a fajta tűz valószínűleg, ami ezekben a fiatalokban... Hát ezt nem mondanám. Ilyen típusú tűz, egyrészt nem is volt rá igény, mert nem kellett semmi, mert aki oda került, az megkapta. Talán azt mondanám, hogy voltak olyan nagy ágyuk akkor, az én fiatalkoromban, ez 50 évvel ezelőttre tehető, akiket úgy lehetett nézni. Ma az az érzésem, hogy a fiatalok nem tudnak ilyen ikonokat választani maguknak, vagy csak nagyon, nagyon csekély számban, és akit meg lehetne, az mindenhol onnan támadható. Tehát, hogy ott bajok vannak, komoly bajok vannak a nagy értékekkel is. Tehát amikor nálunk egy szóval
mindegy, ezt gondolom, kimondom, hogyha egy üvöltő, alkoholista, ordinári ember lehet a nemzet színésze, vagy Kossuth Díjas, akkor azt gondolom, hogy nincs méltóság. Tehát, hogyha egy művészi kitüntetés nem hordoz magába egy erkölcsi, egy morális hozzáállást, akkor ott valami nagy hiba van. Tehát amikor azt látom, hogy ez megengedhető és ez elfogadott, akkor nem tudom számon kérni egy fiatalabb generáción, hogy te ne legyél ilyen. Miért? Hát ott van. Példakép. És ezeknek a fiataloknak akkor ki a példakép? Nem tudom. Ebben a könyvben van egy csomó, már meghaltak, az is igaz. Tehát nagyon szép emlékek vannak benne leírva, akiknek szerintem már a mostaniak a nevét se tudja, hogy ki volt az a Kálmán Gyuri, ki volt az a Mensáros László, Dajka Margit, Ladányi. Tehát azért ott vannak nevek, akik Balázs Samu, akiktől lehetett ezt-azt tanulni, hallani, de ezek, szóval mondtam, hogy a tradíció és a hagyomány is kiirtódott. Ezekre figyelni kéne, a könyv többek között erről is szól, hogy ezek nagyon fontos dolgok voltak, és ezt nem lett, le van pergetve, el van is máshova, nem érdekes. Megyünk a kis nagyon egyenes utunkon, pedig hogyha ez nem ilyen nyitott, és nem engedjük ezeket be a múltat, nem lehet végképp eltörölni. Tehát ahhoz, hogy előre menjenek ezek a fiatalok ez hátra. Ez egy tradicionális szakma, tehát ez nem olyan, mint az asztalos mesterség, ahol mindent le lehet a gépekkel már cserélni, már gyalud senki nem fog a kezébe, csak egy-két ilyen igazi restaurátor, műbútor asztalos, de már minden gépekkel készül a színészetet. Jó, próbálják, most már láttam filmeket, ami már pont úgy néz ki, mint a színészek játszanak, de minden rajzolva és festve van. De hát a színház az nem ilyen, ott nem lehet robotokat bevinni. Muszáj az embernek megjelenni. Hát most már a szinkronnal kapcsolatban is jött egy olyan hír, hogy gépekkel tudnak hangokat. Hát hangokat csinálják. Hát szóval, ha erre van szükség, akkor legyen, de hát én ennek hagyna örüljek. De hát biztos ez kell, nem tudom. De ő hisz ezekben a fiatalokban, akik most kiállnak az iskolájukért? Az hát igen, ez messziről, onnan a otthonról, a fotelból, ez nagyon úgy tűnik nekem, ez szimpatikus és tetszik. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mert hogy eddig ilyen nem volt. De én drukkolok nekik. Még nem tudják, hogy még mi jön szembe, milyen vonat. Hát igen, és a saját vonatjukat sem igen. Ismerik. Igen. Tehát az a baj, hogy ott is van egy kicsi bibi. Színház, mennyire hiányzik a színjáték, a színjátszás? Egyáltalán nem. Ennek mi az oka? Hát, hogy lenyomtam 40 évet, és szerintem nincsen olyan foglalkozás, amit 40 év után nem lehet elunni, ráadásul a körülmények olyanok, amilyenek. Tehát azért az mindig egy sugójukból való kapaszkodás minden alkalom, vagy valahogyan a vasajtón keresztül gyűrni magát az embernek, hogy bekerüljön, és akkor csinálja. És ez nem beszélünk róla, de hát ez sok fáradtsággal, megalázással, mindenfélével jár, és egy picike örömmel. Nem, az a kevesebb meg. És az elismerés? Hogy mondjam, milyen a taps? Erre gondol, hát igen, ezt szeretik mondani a kollégáim, hogy a tapsért én meghalnék. Hát én nem. Úgyhogy egyszer le is nyilatkoztam egy Veszprém megyei újságban, hogy a munkámnak nem lehet célja a taps, csak az eredménye. És ez a mondat annyira nem volt szimpatikus, hogy elparentáltak a színházból. Pedig szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy van, aki azért a célért dolgozik, hogy tapsoljanak, én meg dolgozom, és ha az az eredménye, hogy tapsolnak, akkor örülök neki, de szóval ez egy kis picike különbség, és mégis milyen nagy, de nem nagyon értik. Önt hatodjára vették fel a főiskolára annó. Igen. Nem adta föl. Hát nem nagyon adok föl, olyan vagyok, mint a buldog, ha valamire ráharap, akkor nem engedi. És miért szerette volna ezt ennyire? Nem szerettem volna, nem tudom, azért, mert azt mondtam, eldöntöttem, illetve mások eldöntötték és tanácsolták, hogy csináljam ezt, és akkor azt mondtam, hogy jó,
És akkor természetszerűen hát közöm nem volt az egészhez, úgyhogy nem véletlen rúgtak ki. Nincs is ezzel semmilyen fájdalmam, még másod, harmad, negyed, ötöd ízben sem, sőt, én még hatodszor se vettem volna föl magamat, mert jó, hogy valamit azért megtanultam közben, de nem voltam tehetséges. Most se tartom magamon különösen tehetségesnek, hanem egy jó szakmunkásnak gondolom magamat, akiben néha szakmán túl zizeg a nem tudom mi, valami. De nem gondolnám, hogy én ebben nagyon sokat dolgoztam, és annak a munkának ez az eredménye, hogy most valamit fel tudok mutatni, de ma már az is semmi, mert már kiemlékszik rá. Tehát így van. Azért jelentkeztem olyan sokszor, mert elküldtek, és én szeretek visszamenni oda, ahonnan elküldenek, mert azt gondolom, hogy hátha. Ennyi. És hátha. Aztán lőn világosság, fölvettek, aztán persze nem úgy történt sehogy, ahogy én gondoltam, de egy idő után aztán... Mekkora volt a különbség a kezdeti gondolat és a végeredmény között? Hát figyelj, 18 évesen mindenki úgy megy oda, hogy ő lesz a világ legnagyobb színésze, ha nem így megy oda, akkor hagyja abba, már oda se menjen, és kézről kézre adják a Peter Brookok és a nem tudom kik. Csak mikor múlik el? Tessék? Mikor múlik el ez a gondolat? Ez nagyon gyorsan elmúlt. Már akinél, nálam hamar elmúlt, rögtön az első, amikor kirúgtak, mondom, akkor én már nem leszek az, de azért még próbáljuk meg egy párszor. De van, aki élete végéig el tud ezzel nagyon jól lenni, hogy egyszer majd jövőre, idén nem, de majd jövőre biztos bejön az a feladat, ami elhiteti velem, hogy ott vagyok. Hát ezek nagyon jó dolgok, de... Önnek nem adódott egy feladat sem, ami miatt ezt elhitte? Egyszer is, csak egy picit. Mi, hogy jövök a világ legnagyobb színész? Nem. Nem? Nem. Soha. Nem, mert ehhez párosul egy nagyon erős önkritika, úgyhogy azért én azt tudom, hogy én nagyon messze vagyok, és ez tényleg komoly, nem áll szerénység. Ha nem tudom, dehogy nem, volt egy csomó nagy szerep, amit minden színész megnyalná a tíz ujját, hogy eljátszhatja, tehát én ebben nem panaszkodom, hogy aztán az milyen volt, vagy milyen nem volt, azt nem tudom. Ezeket szerettem, jó volt, de nem több. Ön kérlelhetetlennek gondolja magát? Makacsúra ragaszkodik a... Dehogyis, hát meg lehet engem nyerni mindennek végső soron. Mivel lehet önt megnyerni? Hát... Nem olyan bonyolult ám ez, áfel. Hát ide is eljöttem. De hogyha egy igazgató leül önnel szembe, igen? Hogy már pedig játszon az én színházamban. Na, azt már nem tud meggyőzni, mert én már a sallangomból nem kérek. És anélkül meg nincs. Tehát nem tudok elmenni, vagy nem is hívnának engem, mert én egy ilyen nagyszájú, véleménymondó, öntörvényű, tehát egy ilyen nehéz ember vagyok. Tehát, hogyha 10 órára ki van írva a próba, és nekem egy fél órát kell várnom ott 2, 3, 4, 5 emberre, akik nincsenek ott, akkor én ezért szólok. De nem jól szólok. Tehát, igen. De most már nem, mert én 12 éve abba hagytam, azóta én nem léptem színpadra, tehát nincs velem gond. Úgyhogy, de nem hiányzik. És én se hiányzom, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. De akkor a Menházat, meg a Klub 70-et, meg... A Menházat, ott én az összes igazgató kollégáimmal ellentétben, én nem rendeztem, nem játsztam. Tehát én azt mondtam, hogy gyertek kollégák, én biztosítok helyet, fizetek egy rendes gázit, érezzétek jól magatokat, mindent megkaptok, amit egy hakniban nem. Tehát nálam tényleg rendesen lehet, jól érzik magukat, jól is érezték magukat, a nézők is jól érezték magukat, úgyhogy én szerintem ennél több nem kell. Mert akkor az olyan színház csinálás volt, ami... Hát a színházat nem én csináltam, ez egy nagyon egyszerű adminisztratív munka volt, nem kell ám azért ezt misztifikálni. Hát de olyan embereket hívott. Följöttem Pestre, megnéztem 10-15 előadást, és abból 3-ra azt mondtam, hogy ez jöhet. Tehát ennyi volt. És akkor leszerveztem, leegyeztettem, és eljöttek, eljátszották, tapsoltak, mindenki boldog volt. De olyan volt, amit ön szívesen közvetít, ha színházról van igen, szó. Igen. Hát természetesen így. Az én ízlésemnek megfelelő dolgok kerültek be. De nincs olyan rossz ízlésem, hiszen volt vagy 60 féle produkció, vagy 50 valányféle produkció. Tehát azt gondolom, hogy ami ebben a 3 évben föllelhető volt, és oda tudott jönni, mert azért ez is egy nagyon fontos része volt, hogy először is, hogy beférjen, tehát egy 3x5 méteres színpad volt, hogy beférjen,
ne legyen 15 szereplős, mert az nem fér be, nekem tessen, és ki tudjam fizetni. Ennek a háromnak kellett megfelelni. És hogyha ez megfelelt mind a háromnak, akkor ott volt. Nem volt olyan bonyolult. Egy kicsit makacsul ragaszkodom az előző kérdésemhez, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy Gáti Oszkárt most mivel lehetne rávenni arra, hogy színpadra álljon? Ismerve a világirodalmat, az én 72 éves koromban már nem nagyon tudok elképzelni, amire azt mondanám, hú, ezt még úgy eljátszanám. Egy. Tehát nem, ahhoz kéne valami. Én nem nagyon látok ilyet. Nyilvánvalóan el kéne jönni Budapestre, ami nekem egy rendkívüli macera. Én már nem tudok felköltözni 6 hétre, nincs hová. Még hogyha azt mondják, hogy itt egy szálloda lakja, akkor se. Tehát nem tudnak rá. Nem. És hát ezt az egészet azért, ennek az összes terét, és hűlök, belátom. Tehát nem is biztos, hogy én egy ilyen nagy szerepet meg tudnék tanulni. Azt mondjuk, hogy bejövök egy jó erős epizódba, minek? Szóval azért én már nem teszem kockára a bőrömet, hogy autóba ülök, hogy vonatozok, hogy följövök, hogy oda megyek, hogy most is egy fél órát késett a vonat. Én ideges vagyok, hogy nehogy elkéssek. Már 9:30-kor itt voltam, hogy nehogy elkéssek 4:15-re. Tehát akkor, hogyha nekem föl kell menni Pestre, akkor hajnalban, hogy nehogy elkéssek, mert akkor nem tudok szólni annak, aki elkésik. Tehát nekem pontosnak kell lenni, és én ezeket már nem akarom, ezért már eltelt benne 40 év. Hát most miért kell? Akkor olyan fiatalok most? Még, majd megkérdezem már nem, de én, de más, hogy 40 év múlva akar-e még hülye színésszel interjút csinálni? Csak azt mondom, hogy jaj, de hogy akarok, mindegyik ugyanazt mondja, unom őket, és akkor azt mondja, hogy már nem akar. Hát így vagyok ezzel én is. És mit csinál most? Most mi történik? Most olvasok, zenét hallgatok, gyereket nevelek, és be vagyok zárkózva, nem meg sehová. De ez engem nem zavar. Nézek rémes filmeket. Szinkronizálva? Nem, feliratosokat. Nagyon sok szinkronizált filmet sajnos el kell, hogy zárjak, mert nem bírom hallgatni. Bocsánatot kérek a résztvevőktől, de hát nem, most ez átálltak a termelésre, tehát itt most már nem szinkronizálás folyik, hanem egy nagyfokú termelés, élő gépek oda mennek, és kilométerre gyártják a... Hát nézze meg, van 150 csatorna, abból 120 magyarul beszélő, és reggeltől estig filmeket játszanak. De ezt épp észre nem lehet, ez nem megy képességesen. Ez csak úgy lehet, hogyha 26 millió megalkul, jó, gyere be, mondd el, kész. Szóval nem akarom bántani a kollégákat, de sajnos ez van. Gyorsan sokat. Igen, és jó olcsón. Igen. Természetesen. Fontos. Tehát én azt látom, hogy most már ilyen iparosok állnak ott, de hát azt sem mondanám, hogy iparosok, mert közben azért a java nem jól csinálja. Vannak közte természetesen most is olyan, akit szívesen meghallgatok, de a többség már nem az. És a könyv, hogy még egy pillanatra visszatérjek, hogy ez csak egy ilyen egyszeri dolog lesz, vagy fogalma sincs, vagy még szeretne valamit? Nekem, hogy könyvkiadó lettél, de hogy lettem könyvkiadó? Ez megint egy semmi. Én ezt a kéziratot elolvastam, és azt mondtam, hogy ez pontosan az van leírva, amit én gondolok ma, és ahogy gondoltam az életemet, amíg a színházat csináltam, csak én nem tudom megfogalmazni. És ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt más is elolvassa, és ezért annyit csináltam, hogy elmentem egy nyomdába, kialkuttam velük, hogy hány oldal legyen, milyen vastag legyen, milyen legyen a súlya, hogy férjen be egy borítékba. Tehát ilyen teljesen, hogy ilyen, ez nem egy könyvkiadói munka, hogy mekkora legyen a könyv méret, hogy beférjen egy borítékba, amit föl lehet adni. Mert hogyha másmilyen különös alakba akarnánk tenni, akkor már nem lehet postázni. Tehát ennyi, én ezeket a munkákat elvégeztem, elolvastam 5-ször, tehát hogy mégis azért tudom, hogy mi van benne, és azt gondolom, hogy ezt el kell olvasni. A tervem az volt, hogy Magyarországon van 3000-3500 színész, vagy színházban dolgozó ember, ezeknek ez egy házi feladat. Olvassák el, mert nem tudnak semmit a múltunkról, és ebben benne van a jövő is, szóval mélyen.
És azt én ezt fontosnak tartom, a sima nézőknek, vagy akik meg a színházat szeretik, azoknak pedig egy hihetetlen különös élmény, mert olyanokról és olyan fogalmazásban, olyan gondolatsorokat olvashatnak, ami, hát ami ritka egy színész szájából, a Verebes Istvánéból. Természetesen. Tehát ez egy nagyon filozófikus, szellemes, humoros, anekdotikus, mit mondjak, élvezetes. Hát olvastunk már Verebest, úgyhogy. Igen. Verebesistván.hu, ott lehet megrendelni. A Hátraarc. Hátraarc, igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és beszélgetett velünk, és azért reméljük, még halljuk és látjuk még. Hát, jó lenne. Biztos. Köszönjük mai figyelmüket. 2 hét múlva újra találkozunk egy újabb filmmel vagy sorozattal, csupa érdekességgel a szinkron világából. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.